70 gól, ez szakmailag azt kell mondani, a védekezés sehol egyik oldalon se. A kapus teljesítmények is változók, ingadozók voltak, mert a Herolsinak volt a második fél időben egy nagyon jó periódusa, amikor föl is tudtak jönni. Az Abramovics is védett egy-egy időszakban jól, de hát 70 gól egy mérkőzésen, erről szakmailag nem lehet azt mondani, hogy jó. Itt a döntőnek én azt érzem, hogy a Siófok csapata pillanatnyilag még a legjobb felállásában is egy oldalas csapat. A bal oldala lőtt ennek a 33 vagy 33 gólnak, Mörtel 11-et, a bal szélső pedig 8-at vagy 9-et, tehát 20 gólt lőttek ketten, és a másik oldal bizony ezt nem tudott hozzátenni. Feltűnően gyengé játszott a Bódi Bernadett, akinek a góljaira bizony nagy szükség lett volna. Sok szép dolgot csináltak, de ugyanakkor ezekben a döntő szituációkban, hát maradjunk csak annál, hogy kihagytak 3 hétméterest.